újra itt a konyhánkból. Sziasztok! Hát most, ahogyan látjátok, hárman vagyunk itt, viszont nem garantálom, hogy ez a videó teljes terjedelme alatt így lesz, mert a fiúk azért egy kicsit aktívak és szeretnek jönni-menni a közös főzések során is. Viszont miután kimondottan gyerkőcös, nagyon-nagyon egyszerű, nagyon gyors, nagyon egészséges recepteket csinálok most nektek, reggeli tippeket fogunk adni. Azért úgy gondoltam, hogy őket is bevonom, hiszen nagyon szeretnek itt segítkezni a konyhában, de szerintem kezdjünk is hozzá. Az első reggeli tipp, amit mutatok nektek, az egy édes reggeli lesz, alapvetően bármivel variálható. Mi mutatunk most nektek néhány opciót, a gyerekek saját maguk fogják elkészíteni a saját reggeli egészséges wrapjaikat. Igazából miután egy picit merev ez a boltban kapható, készen kapható tortillala, ezért én egy enyhén olajozott palacsinta sütőben le fogom pirítani, egy picit ilyen kis ropogósabb lesz, átmelegszik, és utána a gyerekek meg fogják tölteni minden finomsággal. Van előttünk natúrjoghurt, gyümölcsjoghurt, van egy kis mogyorókrém, nagyon sok gyümölcs, granola, a gyerekek kedvenc gabonapelyhelyi, kakaópor, nagyon sok gyümölcs, eper, málna, áfonya az abszolút kedvencek, úgyhogy hát saját ízlésük szerint fogják a srácok elkészíteni, meglátjuk, hogy mit alkotnak belőle, tényleg végtelen opcióban variálható, könnyen el is csomagolható, de mutatom, hogy hogy csináljuk. Hát el is készültünk a gyors reggeli és nagyon egészséges wrapokkal. A fiúk elég sajátos módját választották az elkészítésnek, a Benni egy kakaósat csinált, a Nini viszont minden létező joghurtot, gabonapelyhet, áfonyát, mindent belekevert. Elmondások szerint finom volt. Az enyémek egy picit gusztusosabbak és változatosabbak lettek talán, és egyébként nagyon szuperül el is csomagolhatóak, mert tényleg csak fel kell tekerni. Én három teljesen különböző reggeli wrapot készítettem, különböző gyümölcsökkel, valamelyikben házilekvár került, egy kis málnalekvár, amit én főztem még tavaly, de van, amelyikben mogyoróvaj van, eperjoghurt, nagyon sok gyümölcs, granola, gabonapelyhek, kukoricapehely, bármit bele tudtok tenni. Ez tényleg egy olyan reggeli, amit a hűtőben vagy a szekrényben találtok, bele tudtok mindent dobálni, tényleg egy teljes értékű reggeli, nagyon-nagyon egészséges és változatosan elkészíthető. Nagyon bátran ajánlom nektek, nagyon-nagyon szuper reggeli ez, és tényleg elkészítetitek úgy, ahogyan ti szeretnétek. Próbáljátok ki! Második nagyon gyors, egyszerű és egészséges reggeli recept, amit mutatok nektek, az gyakorlatilag egy klasszikus tükörtojás lesz, de viszünk bele egy kis csavart, ugyanis paprika virágokat fogunk vágni, nagyon-nagyon egyszerű lesz tényleg, viszont így belecsempésztük a zöldséget is a gyerekek étrendjében, nagyon látványos lesz, így a kicsit válogatósabb gyerekek is szívesen hozzá fognak nyúlni. Ahogyan az előző receptnél is láthattátok, ezúttal is, és majd a következőben is a Floriol kardió olaját fogom használni, mert a koleszterin szint csökkentését segíti, mivel telítetlen zsírsavban gazdag. Ugyanis, ha a telített zsírsavakat helyettesítitek étrendetekben telítetlennel, akkor az bizonyítottan csökkenti a vér koleszterin szintjét. Most bekapcsolom a főzőlapot, és amíg ez a serpenyő felmelegszik, addig a kaliforniai paprikákból
előkészítettem a kis virágocskákat. Amire érdemes odafigyelni, nyilván a magházat el kell belőle távolítani, illetve hogyha egy kicsit kisebb méretűek a paprikák, mint például ez a zöld is, akkor érdemes vastagabbra szeletelni, hiszen ebbe majd bele fogunk ütni egy tojást. De a következő lépésben csepegtetünk pár csepp olajat a serpenyőbe, egy picit meg fogjuk sütni a paprikákat, aztán megfordítjuk, és abba simán beleütjük a tojásokat. Beleütöttük a tojásokat a kis paprikák közepébe, akkor enyhén megsózzuk őket, és utána pedig lefedjük egy fedővel. Nem hallom. Igen. Ezt nézd, mit csináltam neked. Szerintem mi ez? Hát szerinted mi ez? Tojás. Igen. És ez mit ábrázol? Mi van a tányérodon? Virág. Igen. Nem kérem a növényeket. Így főzünk mi, szórakoztatva vagyok, hogy ne unatkozzak. Csinálhatjuk? Halló! Halló! Újra összegyűltünk az utolsó receptre, nekiállunk. Egy kis banáncsintát fogunk csinálni, vagyis egy egészséges, banános, inkább amerikai palacsintára hajazó reggelit, amihez nagyon-nagyon kevés dologra van szükség, mindössze banánra, ami a nevében is benne van. Én ezúttal egy kis gesztenyelisztet fogok használni, illetve tojás kerül bele, egy csipet só, édesíteni nem kell, mert jó érett édes banánokat választottam, és mindössze pár csepp olajra lesz még hozzá szükség. Mindjárt a gyerekekkel bekeverjük, és utána kisütjük egy serpenyőben, egy palacsinta sütőben leginkább, és utána ezzel a szívecske formával szívecskéket fogunk szaggatni belőle. Aztán reméljük, hogy a gyerekeknek lesz kedve feldíszíteni és mindezt elfogyasztani. A Nini kimérte a 10-nek a gesztenye lisztet. Igazából nagyjából szerintem annyi, nem nagyon szoktam méregetni. Igazából a 10-deka az körülbelül, hogyha evőkanállal tettük volna bele, akkor egy ilyen 5 kanál lett volna. És teszünk bele egy pici sütőport is, hogy kicsit levegősebb, szellősebb, könnyebb legyen. Teszed bele te is a sütőport? Még egy kicsit tehetsz. Jó, jó, elég lesz, köszönjük. És ki teszi bele a tojást? Anya vagy Nini? Segítek? Jó, még egy kicsit. Még egyet kell? Hányat kell beletenni? Nem baj. Mi van benne, Nini? Tojás. Hány tojás? Három tojás. Ez a banáncsinta, vagy babacsinta, a Nini babacsintája lesz, mert hogy teljesen az ő receptje szerint készül. Alapvetően 2 darab banára, 2 darab tojásra, 10 deka lisztre, egy kis sütőporra és pár csepp olajra lenne szükségünk. Mi most egy picit a mennyiségekben már elvesztünk, én úgy érzem, és a Nini most megbolondítja egy kevés kakaóval is ezt a saját gyártású babacsintát, a banáncsintát. De nem lehet rossz igazából, tehát minden finom, ami belekerül, az arányokat egyébként is érzésre szoktuk összerakni, úgyhogy szerintem biztosan nagyon finom lesz. Pont volt ott.
Nagyon fontos? Nagyon leülni. Nagyon leülni, nagyon fontos. Jó, menj át a másik oldalra, addig én átkavarom, jó? Kemény kompromisszumok árán, de ninivel bekevertük ezt a tésztát. Egy picit úszott a konyha, úgyhogy rendet raktam. Most pedig néhány csepp olajon ki fogom sütni ezeket a kis banáncsintákat, és hogyha megsültek, akkor pedig ilyen szívecske formákat csinálunk belőle. A gyerekekkel feldíszítjük egy kis gyümölccsel, de lehet rá tejszínhabot is nyomni, és egy nagyon egészséges, tökéletesen laktató reggelit készítettünk együtt. Voltak a gyerekbarát reggeli videóink. Ti is próbáljátok ki. Sziasztok! Beni mindent elmondott, kivéve azt, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok nekünk egy szívecskét, lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornára, az értesítéseket pedig kapcsoljátok be. Találkozunk a következőkben. Próbáljátok ki, főzzetek, egyetek jókat! Sziasztok!